Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Német Szilárd, a Magyar Parlament fideszes képviselője, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, akit hetek óta nem láttunk, hála Istennek, teljesen hála jó Istennek. Épségben, mondom, teljesen épségben és egészségesen most élőben itt van nálunk. Kezdjük talán a legnehezebbel. Tartott egy sajtótájékoztatót, lenn a határnál délen, Herceg-Szántón. Nekem úgy tűnik, hogy koronavírus ide vagy oda, de mégis próbálkoznak migránsok megérkezni, és most nagyon fognak utálni bizonyos nézők, de ma még veszélyesebbek a migránsok érkezése, hisz nagyon sok közülük, láttuk ezt a görög táborban is, egyre több megbetegedés van közöttük, és mindenki vagyunk hajlandók segíteni, otthon küldeni nekik ennivalót, vagy bármit, csak ide ne. Mi az ön véleménye? Felgyújtottak egy ilyen befogadó központot. Lesbos-szigetén. Igen. És hát ott, akiket össze tudtak szedni, akik nem kóboroltak onnan el, nem tudják egyébként pontosan, hogy hányan mentek be Görögország belsejébe, de akiket össze tudtak szedni, azok közül nagyon sok koronavírusost. Közel 1500-an hiányoznak koronavírusost detektáltak. És való igaz, tehát olyan területek felől érkeznek az illegális migránsok, amik a koronavírus kialakulásának vagy gócának tekinthetők a nagyvilágban. És a magyar határhoz is, ugye onnan a görög-török határról egy részük ugye továbbra is ezt a nyugat-balkáni útvonalat választja, és ez egyre nagyobb szám. Most már alagútfúrástól sem riadnak hát vissza. Ugye, nem most már, ez régi történet már. De és gyakorlatilag ugyanott a Csikériánál, ugye Bács-Kiskun megyénél, de most már tegnap este Csongrád megyében is elkaptak 26 embert, ők is egy 16 méter hosszú alagúton átérkeztek. Tehát ez az alagútfúrás, ez már régi történet. Azt kell tudni, hogy ezt nem a migránsok ássák ki, hanem az embercsempészek. Tehát ott lefizetnek embereket, ottani embereket, akik ebben az alagútásásban részt vesznek. Tehát egy nagyon komolyan szervezett és egy ilyen kialakult ipara van ennek az egésznek, ha lehet ezt a szót használni. Mindenkinek megvan belőle a haszna, mindenki leszedi ezeket az embereket. De hogy nem egyébként veszik észre, hogy éppen ott alagutat fúrnak? Hát ez ugye nem ott, hogyha a képeket, ha a főszerkesztő úr láttad a képeket, akkor ugye ott egy kukoricásban történik a mozgás, és ez a határ túloldaláról indul. Tehát a határ túloldalán még egyelőre a magyar rendőrök és katonák nem tudnak eljárni, nyilván a megfelelő eszközökkel, azokkal a felderítő eszközökkel egyébként, amely éjjel-nappal működik, és rendelkezünk levegőben, szárazföldön, azokkal deríthetők föl, és föl is derítjük ezeket, és megtörténnek az elfogások is, és aztán itt a magyar részen pedig ezeket a lyukakat szépen betömik. Tehát az, az igazság, hogy egyre nagyobb a nyomás. És a nyomás az nem csak így fizikálisan értendő, hogy jönnek a migránsok, ezeket szervezik ide. Ezeket hívják ide. Tehát én azt látom, most ugye bejelentette az elnök asszony néhány nappal ezelőtt, amikor értékelte az Uniót, hogy itt új migráns politikája lesz az Uniónak. Két nap múlva fogja bemutatni az Unió. Mire számít ön? Hát én semmi jóra. Megmondom őszintén. Tehát én azok közé tartozom, akik már láttak sok ilyen bejelentést. Nem tudom, az elmúlt 5 évben, 2015 óta csak csupa bejelentés volt, hogy így lesz, úgy lesz, de amúgy lesz. Úr, és egyetlen nem... egy dolgot tudnak bejelenteni, és most is ezt készítették elő. Tehát mind a földközi-tengeri migráció kezelésével kapcsolatban, és azt készítik elő, hogy hozzátok őket, majd osszátok szét. Tehát ez a kötelező kvóta, ez a megoldás. Én nem látom azt, hogy a szolidaritás az olyan szintű lenne, hogy a határvidékeket erősítjük meg, azokkal vagyunk szolidárisok, azokat segítjük, azoknak adunk pénzt, azoknak adunk lehetőséget arra, hogy eszközöket kapjanak, ne adj Isten, még küldjünk is oda egyébként olyan erőket, akik képesek segíteni a munkáikat, és azt sem látom pontosan, hogy mi lesz Romániával, Bulgáriával és Horvátországgal. Mikor lesznek ezek az országok, ezek az Európai Unió végpontjai? Ezek mikor lesznek schengeni országok? És azt sem látom pontosan, hogy Szerbia,
amely kulcsfontosságú ebben a kérdésben, kitolódna teljes egészében az európai határ, mert a déli határainknál mi nem csak Magyarországot védjük, hanem Schengeni határainknál teljes Európát. Ugyanakkor... Védjük a németeket, védjük az osztrákokat, védjük a franciákat. Védjük azokat egyébként, akik így hívják be. Képviselő úr, segítsen, mert én nem értem. A koronavírus nem ismer nőket, férfiakat és milyen nemzetiségű embereket. Sem, politikát semmit. Semmit. Megy magától. Tehát én nem feltételezem, hogy az elnök asszony most, amikor az egész világ, Európa úgy szint az életért küzd, akkor még importálni akar ide még megbetegedeket. Hát akkor úgy kell viselkedni. Tehát az igazság, hogy nem csak mondani kell, hogy itt új politika van, hanem új politikának kell lenni, és ennek a politikának a középpontjában a határvédelmet kell helyezni, illetve azt, hogy azokon a területeken, ahol ez a baj keletkezett, ott segítsünk, hogy ne jöjjenek ezek az emberek. Ne tudják megvezetni őket a sorosféle NGO-k, és azok az embercsempészek, még egyszer mondom, akik lenyúlják ezeket az embereket. Átvágják őket teljes egészében. Azt ígérik, hogy jöjjenek Európába, és itt majd minden habzsi-dözsi Hawaii lesz számukra. Milyen eszközei vannak a Fidesznek, vagy a kormánypártoknak itt a újabb migrációs tervekkel kapcsolatban? Ugye korábban volt egy népszavazás a kötelezők volt a kapcsán. Milyen mozgástere van most a kormánynak, hogyha már megismerjük? De először is már a V4-ek együtt nem akarnak ebbe belemenni. A magyar emberek mindent felhatalmazást megadtak. A magyar emberek megadták a felhatalmazást az általad említett népszavazáson, 2018-as választáson, nemzeti konzultáción, folyamatosan. Jól látható, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből. És egyébként lent a határon azt tapasztaltam Herceg-Szántón, ott beszélgetve az emberekkel, hogy nagy tisztelettel fordulnak, és köszönettel a rendőrök meg a katonák felé, mert azt az állapotot, amit 2015-ben ott a határon megtapasztaltak, azt most már 5 éve nem kell eltűrniük, nem kell ezt a lerohanást eltűrniük, mert a magyar határ az betonbiztosan védi Európát, és betonbiztosan védi Magyarországot. Azt hogyan értékeli, hogy visszatérve az európai politikára, ugye Németországban, itt a leszboszi tűz után azért voltak hangok, hogy fogadjanak be több ezer embert, ezzel szemben Ausztria egyértelműen határozottan azt mondta, hogy ők nem fogadnak be senkit. Ezért akartam azt mondani, hogy nem csak a magyar emberek, hanem a V4-ek plusz Ausztria, meg egyre többen. Így van, hát ez a másik. Tehát akik megtapasztalták egyébként a migrációnak az áldásait. Meg a koronavírus. Egy kicsit később, egy kicsit korábban, de például azt gondolom, hogy Bulgária, Románia, a Horvátország, hát jól látható Szlovénia, mind védekezik ellene, mind védekezik az ellen, hogy itt megint lerohanják Európát. Van egy nagyon erős V4 együttműködés, hogy főszerkesztő úr is mondja, szlovákok, csehek, a lengyelek vezetésével mi magyarok betonbiztosan képviseljük azt az álláspontot, hogy Európa nem adhatja fel önmagát, mert ez egyfajta önfeladás is. Tehát nem csak egy napi problémát jelent, nem csak ott tegyük idézőjelbe járványügyi vagy terror problémát jelent. Hát a járvány az legalább olyan veszélyes, mint a terror. Ez ugyanaz. Hát ugyanaz a háború gyakorlatilag, mondhatjuk azt. De az életünkért és a gazdaságunkért. Hanem az egész európaiságunk elvész, tehát az egész európai erőnk elvész azzal, hogyha ide beengedünk korlátlanul migránsokat és korlátlanul osztjuk szét őket. 2015-ben, amikor a Willkommens kultúrt meghirdették Németországban, amikor elvonta a német kancellár, a német belügyminiszter Demeziernek a jogkörét arra, hogy a határon intézkedjen. De azóta már ő meggondolta magát. Lehet, hogy meggondolta magát, de a világ az nem így néz ki. Ez sokkal rosszabbul néz ki akkor... egyébként a történet. Hát jól láthatók azok a népesedési mutatók, amelyek Németországot jelent. Akkor egy pillanatra menjünk vissza egy kicsit az időbe. Problémám van az Európai Unióval, átvágtuk a törököket. Az Európai Unió, ígérgettünk, végül átvágtuk. Az Európai Unió hetekkel ezelőtt, nem is olyan nagyon régen, megfenyegette Szerbiát és Koszovót, mert az Amerikai Egyesült Államok arra buzdította őket, hogy az újkori zsidó állammal teremtsenek kapcsolatokat és segítik őket. Az Európai Unió egyszerűen megfenyegette őket, el is érte, hogy nem lesz semmi ebből. Mi értelme van tehát? Mi tagja vagyunk egy klubnak, és olyan dolgok történnek ebbe a klubba, amit épésszel nem igazán lehet, és higgy el nekem, hogy én nem vagyok sem ilyen, sem olyan, de épésszel nem tudom fölfogni, hogy ahelyett, hogy megköszönnénk a segítséget, mint Európai Unió, az Európai Unión belül fenyegünk, becsapunk embereket. Miért jó ez így? Ugyanígy a biztonsági tanácsban nem hagytuk jóvá az amerikaiaknak például az Irán elleni embargót, ami fenyegeti az egész világot. A brüsszeli bürokraták, illetve amikor azt mondtam, hogy nem hagytuk, akkor nem Magyarországra gondoltam. És az egész brüsszeli politika az gyakorlatilag fel akarja rúgni
az európai politika lényegét. Európában elvileg ugye a legerősebb a miniszterelnököknek a tanácsa. Tehát a 27 jelenlegi miniszterelnöknek kellene dönteni. Ott nem állnak jól a baloldaliak egy cseppet sem, ott soros emberei nem állnak olyan jól, mint egyébként a parlamentben. Háromszorosról beszélt, már kettőt kétszerteljük. Mint a parlamentben, vagy magában a bizottságban. Ott jól állnak. Egy ideológiai küzdelem zajlik, ők ezt a 60-as évek végének hippi politikáját, hogyha fogalmazhatok így, ami abból maradt, tehát ami abból itt maradt, azt nyomják, mint süket az ajtót. És ebben határozzák meg azt, határozzák meg, hogy az Európai Uniónak a külső kapcsolatai hogy alakuljanak, és ezért haragszanak Izraelre, Izrael jelenlegi vezetésére. Én azt gondolom, hogy ez a kulcsa ennek a történetnek. De talán önmagáért beszél, hogy Szijjártó Péter volt az egyetlen európai külügyminiszter, aki Washingtonban... Igen, ez önmagáért beszél, igen, pontosan. Na most azt magyarázza meg nekem, és higgy el, hogy nincs üldözési mániám, akár lehet. Magyarország politikája nagyon fontos a szövetségben. Tehát ezt szeretném mondani. Tehát mi hűséges szövetségi politikát folytatunk. A NATO-ban is, az Európai Unióban is, vagy például a V4-eknél is a kisebb, ha ez kisebbnek mondható, tehát a kevesebb taggal rendelkező szövetség tekintetében, de Magyarországnak a külpolitikája az mindig a tiszteleten alapul, egymás tiszteletén alapul. Az Európai Uniós külpolitikánk, illetve az Európai Uniós politikánk pedig a nemzetek önállóságán, a szabad nemzeteken alapul, a szabad nemzetek közösségének tartjuk az Európai Uniót, és egyébként a nagyhatalmakkal szemben pedig mindig a magyar érdeknek megfelelően kell viselkedni. Hát mind, minden kormányfőnek ez a feladata. Ez az Oroszországgal kapcsolatos politikánkat, a Törökországgal kapcsolatos politikánkat, az Egyesült Államokkal és a Kínával kapcsolatos politikát is meghatározza. Még egy kérdés. Kölcsönös tisztelet. Még egy kérdés, ezt külön fel fogjuk írni, ez egy nagyon fontos. A jelenlegi európai belpolitikai helyzet egyenes következménye lehet, vagy ez egy rossz indulatú megállapítás lenne a fegyverkezési hullámunk, hogy végre repülőket vásárolunk, lesznek működő tankjaink, nem ócskavasaink, és lesz légvédelmünk, hisz minden normális országnak kötelező, hogy meg tudja védeni magát. Egyrészt a NATO tagjai vagyunk. Önkéntesekről sem. A NATO tagjai vagyunk, így van. És a NATO az nekünk előír kötelezettséget, de minket nem ez érdekel, a magyar érdek. Ugye azt szeretnénk, hogy a térség legmeghatározóbb, legütőképesebb, legmodernebb hadserege legyünk. Ehhez természetesen fejlesztenünk kell a haditechnikát. És erőforrásunk is lesz emberi. Mind a szárazföldit, mind a légierőt. Ehhez természetesen megfelelő mennyiségű katonának és jól képzett katonának, hazafias elkötelezettségű katonára. Lehetne hazafias van. Elkötelezett katona? Hát én úgy érzem, hogy azért a magyar néphadsereg időszakában volt egy pár ilyen, vagy hogyha nézzük a Linder Béla-féle csapatot, akik teljes egészében leszerelték a magyar honvédséget, a magyar katonaságot, akkor, amikor a legnagyobb bajban volt az ország. Nekünk azért van szükségünk a honvédségre, több szempontból. Egyrészt jól látható, hogy a világban azok az erősek, akik a hadsereget fejlesztik, onnan indulnak el a fejlesztések, onnan indul el a tudomány, onnan indul el az ipar. Tehát ez jól látható. Kína és az Egyesült Államok azért előzi meg az Európai Uniót, mert nagyon erős hadserege van. Ez az egyik. A másik pedig csak a hadsereg képes arra, hogy megvédje a hazánkat. Tehát nekünk akkor van hazánk, akkor van saját hazánk, ha azt képesek vagyunk megvédeni. Ha nem tudjuk megvédeni, akkor nincs, az elveszett. Jelen pillanatban valaki egyszer úgy fogalmazott az ismerőseim közül, hogy azért etetjük a magyar honvédeket idézőjelben, meg azért fejlesztjük, hogy nem más hadsereget kelljen majd itt etetni, megfejleszteni. Volt itt időszak, akik ideiglenesen itt állomásoztak hazánkban. Egy független országnak saját hadserege kell, hogy legyen. Ez vajon a függetlenségünknek a záloga, a békének a záloga, a biztonságnak a záloga a magyar honvédség. Ígérte, hogy a hadsereg természetesen segíti a kormányt, hogy ne legyen munkanélküliség is, és legalább 1000 önkéntes katonát kiképzésre és hasonlókra fölvesznek. A koronavírus elleni védekezés első szakaszában
ugye azért is voltunk rendkívül sikeresek, mert a honvédség minden képességével és minden erejével részt vett a védekezésben. Az idős otthonok fertőtlenítését, a határzárat, a koridoroknak, a járőrözést, a kórházparancsnoki feladatokat, a létfontosságú vállalatok élén végzett munkát, ezt mind-mind-mind sorolhatnám, és ugyanígy fölkészült. Tehát a magyar honvédség erre a második szakaszra, amikor továbbra is az emberéletek vannak középpontban, de nekünk működőképesség kell tennünk az országot, azaz a munkahelyeket meg kell védenünk. Helyeket kell védenünk, akkor a Magyar Honvédség áll a magyarok rendelkezésére. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában stúdiónk vendége volt Németh Szilárd, a Magyar Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz országgyűlési képviselője, Csepel volt polgármestere. Sajnos most nem maradt időnk arra, hogy Csepelről beszéljünk, de jövő héten azzal kezdjük. És még a birkozó országos bajnokság is hát lezajlott az új csarnokban szombaton. Milyen volt? Tele volt? Betartották a... Minden szabályt betartottunk, nem volt tele, nézők nélkül kellett lefolytatni. Volt valaki, akik kitiltottak, vagy azok nem a birkozók voltak? Birkozókat nem tiltunk ki birkozó csarnokban. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek, és következik Osváth Kálmán, Újpest fideszes képviselője. Tartsanak velünk!